Üdvözlöm a kedves nézőket, itt Kenta beszél újra, és folytatjuk a My Little Pony Game Loftot. Na legutóbb ugyebár ott hagytuk abba, hogy lejött a party time frissítésnek a második része, és elkezdtük csinálni. Ugyebár legutóbb ott hagytuk abba a küldetésort, hogy négyszer kellett aratni a szalomban. A sörény szalomban. Azt hiszem az volt az, mert ilyen keféket kellett... keféket? Fésüket pontosabban, nem is keféket, fésüket, meg ilyen hajvasalokat kellett gyűjteni 4 alkalommal, azt hiszem az volt az, na mindegy. Szóval megcsináltuk a küldetést, úgyhogy lássuk, hogy mi a küldetés folytatása, szóval. Tighting on the list, Jól mondtam? Tighting on the list, igen. Special request part 3, azaz, meg kellett venni a kalapboltot, ez volt a küldetésnek a folytatása, ami, hát tudjátok, hogy már régen megvolt nekem, na. It's not a cheese sandwich party, unless it's a cheesy party. Jó, hát itt véletlenül elfelejtettem lekapni a elejét a küldetésnek, de 30 minutes or less. Tehát 30 perc vagy... semmi. Valami ilyesmi a küldetés többen. Mindegy, szóval kellett nyerni 2 pizza asztalt, 2 hordott almákkal, tehát cider with apples, tehát pardon, mi is az? Tehát, hogy almabort, almákkal, hát barrels, beauty pie, még mindig, és mi ez? 2 süteményes asztalt, ami tortá van rajta, tehát, hogy van torta is rajta, az is meg kell gyűjt. Azt sem fotóztam le? Akkor azt sem, meg a küldetés, mikor elkészül, azt sem fotóztam le. Na mindegy, de hát az is meg volt, szóval. Our party is so ridiculously, mit tudom én, existing that I heard it's inspiring your friends to throw their own parties. Biztos. Lend a hoof. És akkor itt volt az a küldetés, hogy el kellett menni, hát visíteni kellett megint egy barátnak, tehát egy csomagot kell küldeni, hogy el kellett menni a baráthoz, hagyni kellett hát a csomagot, és rá kellett bökni a barátnak a póniaira. Tudjátok, mert a barátnak is, barátnál is rá lehet bökni a pónikra. Ez is kész volt. Na. Hey, I just took up an amazing precrust to my garland hanging song. A chorus, nem tudom azt, hogy mondják a chorus, de mindegy. Reprise. Elnézést. Na. Kellett gyűjteni 10 ilyen kis lufit, én úgy mondom, meg 10 nagyon sárga oszlopot. Mindig elfelejtettem, most meg fogom nézni, mi az a garland, ha nem felejtem el. Az is megvan. Akkor. We got pizza, but every pony will be happy to see some awesome picnic stuff at our party. Alfresco. Just beautiful. Azt a fotóstam volna le? Vagy nem adja be? Na, azért. Szóval itt kellett ilyen kék piknik kosarat, igen, de ilyen kék piknik, mi az, alátétes kosarat nyerni 3 alkalommal. Vagy ilyen kék terítős piknikos alatt. Igen, az is megvolt. Na. I've been studying at our amazing party snacks for so long, I nearly forgot Spike don't even eat that stuff. Aha. Dietary restriction. Igen. És akkor most itt tartok, hogy gyűjteni kell 15 kindness, azaz kedvesség, 5 loyalty, azaz hűség, és 25 generosity, azaz nagy lelkűség, mi az? Harmónia elemet. Shardot. Igen, harmónia shardot. És akkor volt még ilyen kedvezmény, meg lehetett venni 3900 forintért, majdnem 4000 forintért. Mundelszőrt, egy ilyen szökőkútat, meg 150 gemet, ott van 100%-os kedvezmény, de azt nem jött nekem össze. Itt meg van itt egy üres kép. Tudom. Amiből nem tudok kilépni. Minél kilépek, csak valamiért megint laggol így.
Na, azon a szinten vagyok, hogy ezt nem tudom, miért nem menti el. De itt azt akarom mondani, mutatni, hogyha nem nagyon látszik, hogy megnyertem végre nagy nehezen a... Tudjátok mit? Megnyertem a punchstandot. Azt akarja megmutatni a kép. Csak nem tudom, hogy miért nem jött össze, na mindegy. Pardon. Remélem nem dobott ki, mert akkor az egy év lesz megint, mire bejelentkezek a játékba. Pardon. Mert itt akarom most folytatni. Nektek csak egyszerűen. Nem tudom, miért lagol ennyire a játék. Most tényleg akkor kidobott, mert akkor az úgy vicces lesz. Még a múltkor nagyon összejött. Hát akkor megvárjuk. Nem baj, mert úgyis csak ezt a küldetést akarom megcsinálni veletek, mert ki akarom rakni még azt a standot is, arra várok, de hát egyszerűen... De mit mondjak, amíg itt várakozunk? Csak lehet, hogy megint egy óra lesz, mire bejelentkezik, mert ezt nagyon el akarok kerülni, nem tudom, annyira... Tényleg nehezen lép be valamiért a játék mostanában. Elnézést. Na mindegy. Azt viszont olvastam a Hambroninál, csak így megjegyzem magamnak, hogy elkészült a melyik is? 6. évadnak a 11. része. Mert megjött már elnézést. Mi is az? Annak a résznek a szimfóniája. Vagy hogy kell ezt mondani? Na mindegy. És abban pedig arról, tehát hogy annak a tartalma pedig az, hogy beszámolnak arról, hogy Fluttershynak el kell intéznie azt, hogy a testvére költözön ki a szüleinek a házából. Amikor ezt meg... Hát nem hallottam, de... Mert én elolvastam, mert ezekre a szimfóniákra néha kíváncsi vagyok. De amikor ezt olvastam, én annyira... De annyira... Örültem ennek, hogy nem is tudom, mit mondhatnék erről. Mert tudom, hogy azt mondtam, hogy az egyik olyan dolog az a videó, hogy majd számoljanak be Fluttershynak a családjáról. De jobban esett volna mondjuk az is, ha például a szüleikről is beszámolnak valamit. Jó, előre még ne írunk semmit. Biztos, hogy a családja is benne fog szerepelni, biztos ők benne, hogy ők is szerepet fognak kapni, de jó lenne, hogyha azért... Na. Értitek? Ezért megtudnák valamit róluk. Az is jó lenne mondjuk, hogyha majd bekerülnének ők a játékba. Elnézést. Még ferde a kamera. Pedig már egyszer úgy bejelentkeztem. Annyira bírom ezt mostanában, mikor ezt csinálja a játék. Na, mindjárt bejelentkezik emberek, ez már jó jel. Valamikor az van, hogy még a P betűnél hát a P betűig jut el a töltés, és onnantól nincs tovább, onnantól meg egyszerűen kidob. Ez gondolom már mindenkivel előfordult. Szerencsére most a játék nem olyan, hogy ezt megcsinálja. Pardon. Csak kéne sietni, mert már nagyon merül a tabletem, és még azelőtt, mielőtt lemerülne, itt gyorsan megcsináljam ezt a videót.
Na-na, nem játszunk ilyet. Már megállt a hang. Mielőtt még a csík betöltött volna, azt sosem szeretem. Szóval, hogy mi lesz a jó, hát az még odér lesz az a 11. részben, az nem is tudom az mikor lesz, tehát még csak a... Mikor hát ez a felvétel készül, még nem is volt a 6. része, tehát... A 6. rész jut az eszembe. A 6. évadnak a 6. részéről. Hogy Trixie lesz az, aki majd visszatér. Ezzel nagyon meglepődtem. Én nem értem, emberek. Trixie, hogy lehet ellenség? A 3. évadban nem úgy volt, mikor... Twilight-ék megszabadították a medától, akkor nem az volt, hogy Trixie bocsátott kért, és Twilight-on megegyeztek, hogy akkor lehetnek barátok? Mert ezt nem értem, tehát hagyjuk is. Na, szerencsére betöltött a játék elsőre, azt mi szeretjük. Igen, kezdeti, pardon. Kezdeti nehézségek vannak, laggol a játék, de mindjárt megoldom. Oké, na! Kaptunk egy ládát. Mondom, kaptunk egy ládát. Pardon. Na, van itt egy olyan bundle, hogy visszajött a... Mert ha meg is tudnám mutatni, hogyha nem lenne gondolva annyira, hogy visszajött a kicsi griff, a Lil Griffon, és hát megvenném őt 1600 forintért, csak hát az a baj, hogy már ilyenkor a kártyán nincs keret. Igen, sajnos megvan adva, hogy... pardon. Olyan kártyán van, hogy megvan adva nekem, hogy meddig lehet megszabni a... hogy mennyi az a keret, amit le lehet rajta dolgozni. Hát dolgozni, hát mennyi az a keret, amennyi tartalmazhat. Na! Pont úgy sikerült kijönnöm, hogy egy darab maradt. Jó, hát egy kicsikét... laggolt tényleg. Jó, hát megvárjuk, még ezek böröködnek. Gondolom, most lett kész a küldetés, csak igen, nehéz a... pardon. Elnézést, az a indulás. Oké, lássuk, hogy akkor... hogyan folytatjuk a játék? Nem türelmetlenkedünk, emberek. Megvárjuk, szóval... Oké. Pardon. Oké. Oké, I'm inventing a new cheese sandwich rule of party playing. And it sounds like no Perez Sprites are welcome at the party. No Perez Sprites. Csak nem az lesz, hogy most írtogatni kell. Unwelcome guests. Jó, hát 5-öt kell csak kiütni. De hogy aki tényleg nagyon nehezen látta, azért megmutatom még egyszer, hogy láthassátok. Jó, hogy ki lehet cserélve a képük. Jó. Ja, nem 5 csoportot, hanem 5 darabot kellett. Ja, jó van akkor, hála Istennek. Én azt hittem, ilyenkor mindig csoportot szokott csinálni, de jó, oké. Okay. Na. Cheesy Sands Tingling More Party Decoration. Finishing Touches. Azaz. Win hanging streetlights in prop chests. Tehát most úgy nézem, hogy ezeket a... Na segítsetek, új... nem akartam az ugrára vára menni, nem baj. Tehát ezeket az új... lámpákat kell gyűjteni. Jó, akkor tudjátok mit fogunk csinálni? Csinálunk is, csak még aratok egy pár... Nem az, hogy aratok, mert aratni már arattam, hanem pulnikból fogok itt gyűjtögetni ezeket a dolgokat.
Lámpákat kell gyűjtenem. Hát az úgy vicces lesz. Nem baj. Pardon. Na, akkor rakjuk ki azt a termelőt. Itt van a puncs stand. Régen teszem a szalag. Volt mellé, jó, 2 óra, jó van akkor. Egyet még gyorsan durrantok, egy ingyeneset. Ha ez elég csöndes volt, tudom. Nem csak gondolkodok tényleg, hogy vajon ki lehet Fluttershynek a testvére? Hanging Streetlight. Nem tudom az melyik az a Hanging Streetlight, és miért ugrál? Abból kéne még 2, mert abból 3 van nekem. Nem kocsira gondoltam, kérem szépen. Erre sincsen szükségem. Legalább egyet adjál már, könyörgök. Jó, semmi baj, emberek. A küldetés még úgyis 5 napig tart. Küldetés, ez a második felvonás. És eléggé jól halad, ahogy elnézem, mert az elsőnél nem ennyit haladtunk, ugyebár. Mindegy. Mert mondjuk eléggé hosszú már a videó, mindjárt le is zárom, csak akkor nézzük meg, hogy eddig mit gyűjtöttem össze, mert azt nem mutattam nektek. Majdnem 460, mert eddig 459 utam van. Ugyan... Még mindig a... Nem kirakni a karom, miért vár, aki félrejött. Én csak így miért rábögtem úgy, hogy majd, hogy nem kiraktam. Ilyen. Ez a két ilyen nagy, ilyen hangos bemondó, ilyen... Óriási, két ilyen óriási hangos bemondó, 15 darab parti lámpa, parti utcai lámpa. Ja, mert ilyen szalagos utcai lámpa, értem, vagy nem tudom mi ez. Abból kéne még 2. Süteményes asztal. Direct dessert table. Gondolom ez ilyen emeletes sütemény asztal lehet. Hát igen, ez tényleg emeletes. 15 darab pizza asztal van. 7 kocsim, nem tudom, ilyen gyors kocsim, 3 darab sportkocsim, úgymond. Nem ezt akartam, megint. Tényleg nagyon laggul, nem baj. Akkor ezekből a, hát igen, nem fogom most elmondani, de itt vannak a lámpák, hogy melyikből mennyi van. Balos sárgában van 11, jobbosból van 6, jobb sárgából van 6, kék... Miért? Kérdem én emberek, hogy a játék miért akarja, hogy kitegyem, amikor nem akarom kitenni, hanem csak így tekerni akarom. Hát kérem ez már azért. Nem tudom megmutatni nektek! Na, akkor majd így szépen lassan. Na, jó van már. Hát azért ennyi, ne laggolj. Jó van, itt annak. Ennyi volt, kész. Hát akkor úgy tűnik, hogy nekem még mindig nem lesz kész ez a küldetés. Ugyanis most... akkor nekem az a feladatom van, hogy ez ilyen szalagos, hogy nem tudom minek nevezzem, lámpákat kell gyűjtenem. Most. Jó, az nem lesz olyan nehéz, na. Tehát még ebből kell 2, hát... A hétvégén... Pardon. A hétvégén még csak összegyűlik, na. Jó, hát most sem csináltam nagyon sok mindent, csak megmutattam nektek ezeket a küldetésút, és akkor majd... Jó. Hát akkor majd innen folytatjuk a következő alkalommal, úgyhogy köszönöm mindenkinek, nézzük a figyelmet, és visszat a következő videómmal. Várjunk, még eszembe jutott. Azt elfejtettem mutatni, mert mindig szoktam nektek mutatni azt, hogy milyen eventek vannak. Jó, már zárom. Tudom, ne mondjad. Csak sárok vannak megint, de hát...
Sárdok? Igen, az egyik a sárd, a másik gem. Jó, hát igen, ahogy az a... Na, dadogok. Oké, Kenta, megbeszéltük. Na. Tehát ahogy a tabletem is mutatta, most már tényleg ennyi lett volna akkor a videó már, és akkor majd innen fogjuk folytatni a következő alkalommal. Úgyhogy köszönöm, hogy nézzenek a filmet, és visszat a következő videóban, valamint külön minden Brónak és Pagaszitek pedig Bruhuf és Viszlát.